És a következő 40 percben azt néznénk meg, hogy mikre lehetünk képesek, hogyha kihasználjuk a LibreOffice-nak a kriptográfiai funkcióit. Főleg tudva azt, hogy most már ugye egy éve itt az állampolgárok rendelkeznek mindenféle tanúsított kártyákkal, elektronikus szemigazolvány révén, és ezekkel akár minősített elektronikus aláírásokat is létre lehet hozni. Hát ugye, ha körülnézünk különböző közösségi oldalakon, akkor azt láthatjuk akár a Facebookon magán is, hogy 200.000 lájkért cserébe az emberek nagyon sok mindenre hajlandóak, akár ugye jéghideg vizet is boríthatnak a nyakukba, vagy megpróbálnak lenyelni egy kanálnyi fahéjat is. Ugye ezt felveszik videóra, feltöltik a YouTube-ra, és mindenki örömködik. Pedig hát 200.000 lájknak nagyon nagy hatalma lehet. Hogyha megnézzük, vagy hát ugye ismerjük, hogy mi a jogszabályi környezet itt Magyarországon, 200.000 lájkt, vagy 200.000 aláírás révén akár a kormányzatot is rá lehet bírni arra, hogy akár egy országos népszavazást is kiírjon. Én most pontosan ebből a szemszögből vizsgáltam meg, hogy hogy lehet mondjuk ezt a folyamatot megtámogatni a szemigazolvánnyal, tehát az új aláíró eszközzel, illetve hogy segíthet ezt az egészet a LibreOffice, mint egy ideális dokumentum megjelenítő és szerkesztő kezelő program. No, hát ugye elektronikus folyamatokról van szó, és hát ugye tudjuk, hát ismerünk el a jogi hátterét, hogy mikre lehetünk képesek az elektronikus folyamatoknál. Ugye itt elektronikus aláírást emlegetnek a jogszabályok is. Maga az elektronikus aláírás technológia egyébként elég régi, de a jogszabályok szintjén csak 99-ben jelent meg Európai Unió szinten, akkor egy direktíva került kiadásra. Gyakorlatilag ebben szabályozták az alapokat, és dokumentum hitelesítés volt az elsődleges szkóp. Hát eltelt utána 15 év, és 2014-ben adták ki úgymond a frissítését. Most egyrészt ez, amit EIDAS Regulation-nek neveznek, most egyrészt ez az új EU-s jogszabály, ez erősebbként tért vissza, tehát a regulation szó az maga is azt jelenti a jogrendszerben, hogy ez nem csak egyfajta ajánlás, amit a különböző tagállamok valamilyen módon adaptálnak, hanem ezt gyakorlatilag szó szerint kell átvennie a tagállami jogrendszerbe. A másik dolog, ami változást jelentett az előd direktívához képest, hogy ez már nem csak dokumentum hitelesítésről, hanem felhasználó hitelesítésről is szól. Aztán ugye említettem, hogy ezeket akkor szó szerint eltették a különböző tagállamok, és hát a magyar jogrend is e köré építette a többi jogszabályt is. Gondolok itt azokra a például e-ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályokra, tehát a törvényre, végrehajtási rendeletekre, amelyek ma már egyébként már nem csak a közigazgatásról szólnak. Január 1-je óta igazából tetszőleges piaci szereplőre is vonatkozhatnak. Tetszőleges piaci szereplő is tud megfelelő módon, jogilag, elektronikusan mindenféle folyamatot támogatni, vagy intézni. Na most ebben a témában meg kell említeni külön az ESIC kártyáról szóló rendeletet is. Ez igazából ugye ez is viszonylag nemrég született meg, tehát itt lóhalálba lettek bevezetve a dolgok. De gyakorlatilag ez a kártya, az új e-személyi igazolvány az, amiről ez a rendelet szól, és ez az, amitől most így a hardveres támogatása és az egész folyamatnak az most lehetővé vált. Jó, tehát úgy tekinthetjük, vagy azt mondhatjuk talán, hogy jogszabályi értelemben mondjuk azt, hogy a elektronikus aláírás technológia ilyen Gartneri szempontok szerint legalábbis a Platón van. Mi a helyzet a műszaki szabványok terén? Az első ilyen kriptográfiához, adatstruktúrákhoz kapcsolódó szabványok azért régebbiek, hiszen a távközlési világban annak idején már szó volt róluk, tehát az első ilyen, az X509-es ajánlás vagy szabvány sorozat is a távközlési ITU, tehát a távközlési szabványosító szervezetnél jelent meg. De most konkrétan csak az XML elektronikus aláírást nézve, amit most a LibreOffice kapcsán is érdekes, akkor ott is el lehet mondani, hogy igazából az ezt leíró RFC, tehát szabvány tulajdonképpen, az 99-es születésű.
Utána még néhány dolog hozzáadódott, és az európai szabványosító gondozásba vette. Kerültek még bele plusz adatok, metadatok, hogy jogszabályi megfelelőség még jobb legyen, de igazából azt lehet mondani, hogy 2010 óta talán ez a szabvány ez nem változott tovább, tehát mondhatjuk itt is azt, hogy tulajdonképpen maga az XML leírás adat struktúra az így, az is a platón van. Amivel utána foglalkoztak, az inkább az, hogy ez az egész XML aláírási struktúra, tehát amíg az XML állomány, ez hogy kerül beágyazásra egy dokumentum konténerbe. Ugye itt lehet látni, hogy hát azt hiszem talán a Jávás Világ volt az egyik, aki elkezdte, hogy elindultak ebbe a zip konténerbe csomagolt XML-ek meg egyéb adatok irányába, és legképpen ezt vette aztán alapul, hát mind az európai szabványosító is, amikor az elektronikus aláíráshoz kapcsolódóan próbált mindenfélét követelményeket megtenni. Másrészt meg ugye látjuk az ODF, tehát az Oasis OID ODF-es szabványoknál is ezt látjuk, hogy ugyanebben a zip-es, XML-es konténerekben gondolkodnak. Úgyhogy igazából a két világ az itt valahol össze is ért. Jó, tehát a műszaki szabványok terén is azt lehet talán mondani, hogy nagyjából tiszták a dolgok. Ja, a helyzet a hardverekkel, legalábbis a kulcstároló eszközökkel. Hát most a szoftveres kulcstárolókról nem lesz szó. Ugye a hardveres kulcstárolóknál gondolhatunk akár chipkártyákra, vagy mindenféle USB-s kulcstároló eszközökre. Ugye azt lehet mondani, hogy hát igen, tehát régebben is voltak chipkártyák, ugye az első híres az a Bill CP8-asa volt, amiből ráadásul még lehetett olvasni a titkos kulcsot, tehát nem is tekinthet igazán mai értelemben biztonságos eszköznek. Tehát lényeg az, hogy voltak eddig is ilyen mindenféle PKI chipkártyák, amiket ha akart a felhasználó, akkor megvett és tudott volna használni. De hát igazából hát ezek csak a PKI-ra korlátozódtak. Másrészt azt fogjuk most látni, hogy maga az ELSIC kártya az nem is csak a PKI funkcióról, nem is csak az elektronikus aláírásról szól, hanem több mindenről. Jó, most én az ELSIC kártyát emlegetem, ugye mondom, ez viszonylag friss történet, tehát ugye tavaly óta lehet ezt igényelni, ugye ingyenes a csere, és ingyenesen lehet rá kérni kulcsokat is. Na most itt talán érdemes azt egyfajta negatívumként azért elmondani, hogy bár ugye minden ingyenes az állampolgároknak, de a statisztikák alapján azt hallottuk mostán legutóbb, hogy ugye azt mondom, most 1.300.000 kibocsátott kártya van, viszont talán csak 7-8%-ára kértek kulcsot, ami relatíve kevésnek tűnik, viszont az a szerencse, hogy igazából utólag ezeket bármikor lehet orvosolni, tehát nyilván, hogyha azt látják az állampolgárok, a felhasználók, hogy vannak értelmes folyamatok, vannak lehetőségek, akkor nyilván az utólag is lehet kérvényezni a kulcsoknak a létrehozását és felírását a kártyára. Jó, tehát az, hogy az állampolgárokhoz itthon, meg egyébként az egész EU-ban, mert most az ilyen, ugye mégiscsak az Európai Uniós EIDAS Regulation alapján kerülnek kibocsátásra ezek az eszközök is. Tehát, hogy az egész EU-ban lesznek ilyen eszközökkel ellátott felhasználók, így arra azért lehet számítani, hogy az ezáltal megvalósítható, vagy ezekkel támogatott folyamatok, elektronikus folyamatok száma is azért fog növekedni. Ugye eddig az is probléma, hogy nem volt a felhasználóknál ilyen kártya. Mit lehet elmondani az alkalmazásokról? Hát annak idején, amikor az egész elektronikus aláírás jogi háttere megágyazásra került, akkor úgy gondolták, mi is úgy gondoltuk, hogy milyen jó, akkor kell valami alkalmazás, az lesz a központi alkalmazás, és akkor majd azt szépen ki fog nyúlni ide-oda-moda, hogy akkor mondjuk a dokumentumot meg tudja nyitni a felhasználó számára. Most az látszik, hogy ez nem így lett, tehát ez mindenféleképpen nyílik, hogyha még itt plusz n darab alkalmazást kell egy felhasználónak telepítenie. Hát főleg gondolva arra, hogy egy átlag user, ez egy alapvetően böngészőt ismeri, böngészőt tud kezelni, meg hát jó esetben még esetleg egy szövegszerkesztőt, de igazából ezen kívül, ha bármit kéne telepíteni, de jó, meg mondjuk az Adobe Acrobat Reader-t, de igazából ezen kívül bármit kéne telepíteni, meg megismerni, akkor az már régen rossz. Most hát szerencsére vagy nem szerencsére, a lényeg az, hogy láttuk azt mi is, hogy ezek a dokumentum szerkesztő és megjelenítő rendszerek is elindultak abba az irányba, hogy hát ők maguk
kezdték el az elektronikus aláíráshoz szükséges funkcióknak a megvalósítását. Úgyhogy aztán így született meg az, hogy például talán az Acrobat Reader az már talán a 6-os verzió is tudott már annak idején elektronikus aláírást kezelni, viszont arra emlékszem, hogy bármikor, amikor ugye frissítgettem 6-osra, 7-esre, 7-esre, 8-esre, az biztos, hogy ott még visszafelé kompatibilitási problémák voltak. Tehát amit a 6-os aláírt, azt a 7-est nem tudta olvasni, a 7-es aláírt még a 8-es se tudta. Most talán az utóbbi időben ezek már megoldottak, de szóval a lényeg az, hogy már ott is elkezdődtek korán. Aztán hát persze látjuk, hogy a különböző Office termékek, tehát ugye a Microsoft Office is, tehát a LibreOffice is megcsinálta azokat a aláírás kezelő rétegeket, hát amelyek az itteni mintafolyamathoz is szükségesek voltak. Most annyit gyorsan azért el lehet még mondani, hogy hát igen, elektronikus aláírás, ugye az előbb is láttuk, hogy azért vannak különböző szabványok, és elvileg ugye mindegyik úgymond platón van, tehát mindegyik mondjuk kész, lezárt, de azért egy nagy különbség például az Office-os világ és mondjuk az Adobe világa között, hogy az Office-os világban ugye mondom zip-be csomagolt XML-ek vannak, és ennek megfelelően az aláírási réteg is egy XML állomány, tehát XML elektronikus aláírásról beszélünk. És ezzel szemben például, ha valaki megnéz mondjuk egy aláírt Adobe állományt, most akár mondjuk pont ha a NIST küldi ki, akár a Wizardtől kaptunk egy számlát, akkor azt látja, hogy abban ilyen CMS, PKC, S7-es struktúrák vannak, ezek binárisak, nyilván más feldolgozó logika kell hozzá, más függvényeket kell hívni, de igazából itt véget is ér a különbözőségeknek a története, elvileg jogilag mindegyik elfogadható. Hát ugye alkalmazásoknál inkább arra kell még esetleg gondolni, hogy ugye amikor valaki elkezdi ezeket szépen feldolgozni, hiszen ezeket az aláírt állományokat most az egy dolog, hogy maga a felhasználó megkapja és ő megnyitja, és örül, hogy az Acrobat Reader megnyitja és látja, hogy pipa van, meg a LibreOffice megnyitja és látja, hogy pipa van. De ugye arra is gondolni kell, hogy ezeket alapvetően, főleg, hogyha tömeges felhasználás van, akkor egy gépi módon is fel kell tudni dolgozni. Na most ott például egyáltalán nem mindegy, hogy ezek az adatstruktúrák milyenek, mennyi memóriát igényelnek, mennyi processzigényük van, illetve hogy maga az aláírás rétegnek a kibányászása a dokumentumból például mennyire egyszerű. Tehát egy ilyen ASCII, tehát egy ilyen zip konténeres XML esetén ezek tényleg viszonylag egyszerűek, de hát nem tudom, ha valaki mondjuk megnézze a PDF szabványt, ami közel 4000 oldal, most azt csak, tehát arra azért feldolgoz logikát írni, tehát ott nyilván saját maga nem vállalja az ember, de nyilván valamilyen library-re építeni kell. De a lényeg az, hogy nem tud mondjuk az ember saját, tehát teljesen saját kézben levő kódot faragni, mert egyszerűen túl sok időt elvinne a parszolás. És hát ha már itt jövőről, meg platóról beszélünk, akkor azért gyorsan fél mondatban azért megemlíteném, hogy itt ugye a kriptográfiai algoritmusok terén is azért kicsit gondolni kell a jövőre is. Ugye most itt alapvetően milyen algoritmusokat használ a világ jelenleg, tehát aszimmetrikus kriptográfia esetén RSA-ról, tehát primfaktorizáción alapuló algoritmusokról beszélünk, vagy elliptikus görbés aláíró algoritmusokról. Ugye a primfaktorizáció is alapvetően a 70-es évek végétől, legalábbis az RSA a 70-es évek végétől használható, tehát mondjuk akkor született meg az RSA algoritmus is. Ugye eltelt 25 év, akkor születtek meg a jogszabályok, azóta eltelt már 16 év, ugye most vagyunk ott, hogy volt egy revízió, és próbálják ugye a szélesebb körbe elterjeszteni. Viszont a következő dátum, amit meg a szabványosító szervezetek tűztek ki maguk elé, az a 2025-ös dátum, ugye arra mondják azt, hogy akkor már lehet, hát hogy mennyire reális esélye, azt nem tudom, de lehet reális esélye annak, hogy akkor már lesznek olyan kvantum számítógépek, amelyekről viszont tudjuk, hogy bizonyos matematikai problémákat, ami a jelenlegi architektúrán mondjuk exponenciális időben oldható meg, hát azokat az új architektúrájú gépek polinom időben tudják majd megoldani, tehát én értem egy primfaktorizáción alapuló RSA-nak a biztonsági szintje az a nullára fog redukálódni. És hát persze az is kell, hogy ezek a kvantum számítógépek tudjanak annyira univerzálisan működni, és olyan algoritmusokat, már úgy értem, ilyen számítási műveleteket végezni, amelyekkel tényleg még egy primfaktorizáció megoldható. Ugye a primfaktorizáció kapcsán egyébként a Peter Shor-ral elnevezett Shor algoritmus szokták emlegetni. Most annyit tudunk, hogy a mai
úgymond piacon kapható ilyen kvantum számítógépek ezt az a sorra algoritmust egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudják futtatni, tehát amiket most mondjuk utóbbi időkben lehetett olvasni a hírekben, hogy a NASA vett meg, meg a Lockheed Martin, ugye a Lockheed Martin az amerikai hadügyhöz kötődik, tehát hogy elvileg azok még nem tudnak sorra algoritmust futtatni, tehát elvileg az RSS kulcsaink talán biztonságban vannak. Mondjuk az már aggasztóbb, hogy egyébként a Lockheed Martin azóta, tehát 5 éve már folyamatosan együttműködik a kvantum számítógép szállító D-Wave szisztemmel. Hogy azóta hová fejlődött a tudomány, azt így persze nem tudjuk. Minden esetre tény, hogy mondom, a szabványosok arra készülnek, hogy 2025-től tehát már át kell térni azokra az újabb, vagy régi új algoritmusokra, amelyekről úgy tudják jelenleg, hogy a kvantum számítógépen sincs rájuk olyan számítási módszertan, amivel polinom időben lehetne őket törni. Most itt nem kell teljesen új dolgokra gondolni, hiszen vannak olyan algoritmusok, például a Michaelis algoritmus a hibajavító kódolásos téren, amik egyébként ugyanúgy régi történetek, igazából csak most ismét elő kell őket venni. Jó, tehát azt lehet mondani, hogy igazából maga a technológia attól még platón marad, hogyha jön a kvantum számítógép is, csak legfeljebb az alsó rétegben egy másik algoritmusra le kell cserélni. Jó, hát nézzük meg, hogy akkor miket is használtam én itt fel ez a minta folyamathoz. Ugye, hát kezdjük a LibreOffice-szal. Igazából ez most pont, ez az első szlájd, ez annyira úgy nem, hogy is mondjam, nem jó téma, hiszen ugye azt lehet látni, hogy azt, hogy az aláírt tartalmat és a kriptográfiát, tehát az aláírási réteget így együtt tudja kezelni egy alkalmazás. Ugye azt mondtam, hogy ugye ez annak idején nem volt triviális, hogy hogy lesz az egész, hogy alakul ki, tehát külön alkalmazások születtek, és nem is lett igazán széles körben elterjedt, tehát nem nagyon szerették a felhasználók így ezt az egészet. Tehát igazából emiatt akartam kiemelni, hogy így, hogy egyben van, ez egy fontos dolog. De tény, hogy több ilyen alkalmazás is ezt megvalósította, legyen szó akár a Microsoft Office-ról, akár a LibreOffice-ról is. Ja, igen, egyébként azt elfelejtettem mondani, tehát elnézést kérek, hogy Windows-os screenshotok vannak, csak hát ugye mivel a LibreOffice az fut csomó platformon, cserébe viszont a Microsoft Office nem fut máshol, tehát így kénytelen voltam Windows-on ezeket mind screenshotolni. Jó, tehát ebben az értelemben legalábbis nincsen különbség mondjuk egy Microsoft Office meg egy LibreOffice között, de tény, hogy ez egy fontos dolog, hogy egybe van az aláírás, kezelés és a megjelentés. Hát a következő dolog, ugye amiért itt is vagyunk, ugye vannak különböző előírások arra vonatkozólag, hogy ez az egész, tehát mind az alkalmazások, mind az általuk kezett adatok, ezek alapuljanak nyílt szabványok, illetve maga az alkalmazás legyen nyílt forráskódú. Most itt ugye az első ilyen jellegű hazai jogszabályok, azok még 2011-ben születtek meg, és azóta ezek be is frissültek, most 16-ban. Most ugye azt látjuk, hogy ezért a nyílt szabványokon alapuló adatformátum sem egy olyan úgymond nagy dolog, hiszen ugye akár az ODF-et nézzük, akár az OXML-t, tehát a Microsoftos verziót is, tehát igazából maga az adatstruktúra már le lett papírozva. Sőt, ugye mondom, hogy a PDF is csak 4000 oldal. Az már neccesebb, hogy ugye az is elvárás most már, hogy maga az alkalmazás is nyílt forráskódú lehessen. Nyilván a könnyebb hibajavítások, vagy az esetleges plusz továbbfejlesztés lehetőségek miatt. Úgyhogy itt már például van eltérés a különböző office-ok között. Most hát túl a felhasználó barátságom, hogy azt látjuk, hogy az kell. Tehát, hogy ahogy az előbb is néztük, tehát egyben van az aláírás rétegkezelés meg a megjelentés. Ugye ez egy felhasználó barátság szempontjában nagyon fontos dolog, hogyha egy ilyen elektronikus aláírt dokumentumról beszélünk. Tehát túl a felhasználó barátságon a fejlesztő barátsággal is foglalkozni kell. És itt már szintén óriási nagy különbségeket láttunk a különböző rendszerek között a LibreOffice javára. Hát először is, nem tudom, ha valaki megnézte már ezt a zipes konténert, tehát hogy ha belenézhet a docx-be, vagy belenézhet az ODT-be, hogy mint zip file ez mit tartalmaz, akkor
Hát most, hogy látszak nem tűnik soknak, de ha most kibontanánk az egyes könyvtárakat, akkor azt látnánk, hogy tehát nagyjából a LibreOffice esetében nagyjából 4 állománnyal az egész dokumentum, legalábbis ami most itt nekünk, vagy nekem kellett a mintához, az megvalósítható, viszonylag kevés metadattal. Most ezzel szemben a Microsoft Office-os változatban, hát ezt itt lenyitnánk, hát itt az olyan nem fért volna rá a képernyőre, hogy mik vannak benne. Szóval ezekhez ahhoz, hogy ha ezek tényleg mind kellenek ahhoz, hogy a Microsoft Office tudja kezelni, akkor az rengeteg utánolvasást jelent, rengeteg kódolást is. Szóval a lényeg az, hogy felhasználó vagy fejlesztő barátság szempontjából nem biztos, hogy ideális. Most ez ráadásul még az aláírástól független, tehát ez most csak az alap dokumentum struktúráról szól. De ha megnézzük fejlesztő barátság szempontjából az aláírási réteget is, akkor is azt lehet mondani, hogy megint nem látszik igazából a screenshotokon, de azt lehet mondani, hogy a LibreOffice által használt struktúra az tényleg nagyon lényegre törő, pontosan az van benne, amit a tőlük függetlenül fejlesztett elektronikus aláírási kezelő alkalmazásoknál is alkalmaznak. Talán azt hiszem egy plusz olyan metadat volt, amit még hozzá kellett tenni egy időadat, de igazából minden más az teljes mértékben megfelelt egy akármilyen másik alkalmazás által kezelt vagy elvárt formátumnak. Persze nyilván azért még az XML sémák ugyanazok, hiszen szabványozkod, de ugye az XML séma is olyan, hogy rengeteg opcionális elem révén gyakorlatilag akármilyen terjengősé tehető az egész struktúra. A lényeg az, hogy LibreOffice esetében ez megmaradt szép, tiszta struktúrának. Ezzel szemben, hát ha visszalépek, ha most itt szépen kinyitogatnám a különböző object elemeit a Microsoft Office-os aláírás rétegnek, akkor ott láthatnánk, hogy oda viszont rengeteg olyan környezetfüggő metaadat, meg én nem tudom, mik kerültek be, amelyek megint olyanok, hogy hát megint meg kell nézni, azok micsodák, fontosak-e, mit szól hozzá a Microsoft Office logikája, hogyha azok nem tudom, ha változnak, vagy kiveszik őket. A lényeg az, hogy az megint olyan, hogy fejlesztő barátság szempontjából nem mondható ideálisnak. Mit lehet mondani a kriptográfiai rétegről LibreOffice esetében? Ugye tudjuk jól, LibreOffice az több különböző platformon tud futni. Ugye kezdve Microsoft Windows, Apple, ugye Linux és hát akár Androidon is, mert ugye Androidon pont a kriptográfia szempontjából azt el kell mondani, hogy ott hát mert ugye a kódbázis az közös, de azért ott nincs még minden kivezetve, tehát ott pont a kriptofunkciók nem mind érhetők el. De a lényeg az, hogy több különböző platformon tud futni. Ha lejjebb megyünk itt a szoftver rétegekben, akkor azt látjuk, hogy ugye most a kriptográfia réteget nézzük, hogy ezen XML elektronikus aláírás struktúra, tehát maga az XML aláírás állomány létrehozásáért felelős kódot, azt az Alexei Sanin-fél XMLSec lib adja. Ez minden platformra egységesen így igaz. Ez ugye amikor pakolgatja össze szépen az XML struktúrát, különböző kriptográfiai műveletek kiszámít, vagy végrehajtásához pedig tovább hív az alsóbb rétegekbe. Na most itt már van egy kis eltérés, ugyanis a Microsoft Windows esetében a Microsoft Crypto API-ba hív tovább, míg a többi platform esetében a Mozilla NSS-be. Ez most itt azért érdekes, és itt talán azt kell kiemelni, hogy mivel itt pont elszemigazolványról van szó, és az elszemigazolványon nem RSA kulcsok vannak, hanem elliptikus görbés kulcsok. Nos, itt ez egy kisebb problémát okoz, ugyanis a Microsoft Crypto API, tehát mondjuk ugye a régebbi API-ja, az ezt nem támogatja, és csak az új, tehát a Crypto Next Generation, tehát a CNG API-ja az, ami támogatja .NET 4.6.2-vel. Úgyhogy itt nyilván egyrészt valamiket még módosítgatni kell, másrészt meg ez igazából egy fontos info is, hiszen lehetnek más olyan alkalmazások is, amelyek még a Microsoft Crypto API-t használják, viszont emiatt elképzelhető, hogy nem fognak tudni működni a személyigazolvánnyal, legalábbis jelenlegi változatban. Más Crypto API-k egyébként, tehát mondjuk gondolok itt egy OpenSSL-re, vagy egy Bouncy Castle-re, vagy egyéb extrémek dolgokra, tehát akár Lipsodium-os library-re is, tehát azoknál elvileg ezek mind megoldottak.
De még pont a Microsoft Crypto Opinál nem. Jó, tehát hogyha az XML szerkesztés során kinyúlnak a kriptoműveletek végrehajtásáért az alsóbb rétegekbe, helyszámítás, tanúsítvány kezelési funkciókért, ugye onnan is még tovább kellhet nyúlni, pontosan akkor, amikor magát az aláírást hozzuk létre, vagyis amikor a dokumentum lenyomatát kódolni kell egy titkos kulcs. Ugye most említettem, hogy a személyigazolvány kártya esetében ez a titkos kulcs, ez egy elliptikus görbés titkos kulcs. De a lényeg az, hogy ez egy külön hardwareben van, ezt a hardvert valahogy meg kell szólítani, tehát itt az alsó rétegben gyakorlatilag a, mondjuk a drivert, meg magát a hardvert így együtt lehet látni. Tehát mondom még egyszer, amikor a lenyomatot elküldi a rendszer kódolás, akkor leküldi a hardvernek, a hardware kódolja a lenyomatot, és mint kódolt lenyomatot, mint digitális aláírás szépen be tudja illeszteni abba az elkészült XML aláírási struktúrába. Ez visszakerül a zip csomagba, és elkészül az aláírt LibreOffice dokumentum. Most én 2012-ben kezdtem el foglalkozni ezzel először, és akkor szerkesztettem meg az első olyan aláírt LibreOffice állományt, aminél már ugye arra is figyeltem, hogy hogy lehet ez az elektronikus aláírási világban megismert összes mindenféle kritériummal összhangban. És ezt a 2012-es állományt, ezt én elküldtem egy ilyen interoperabilitási tesztre. Hát aki nem tudom, hogy ebben a világban jártas, az tudja, hogy az ETSI szabványos szervezet azt szokott tartani ilyen, hát mégis ezek ilyen együttműködési tesztek. A világ különböző gyártóit meghívják, fel lehet tölteni állományokat, és akkor keresztbe kasul mindenki ellenőrzi a másikét. Tehát igazából a szabvány megfelelősséget, illetve a különböző alkalmazások működési logikájának a rugalmasságát lehetett így tesztelni. Most igazából elég pozitívan tértem erről vissza, hiszen azt láttam, hogy egyébként viszonylag sokan tudták már abban az időben is ezt a struktúrát jól ellenőrizni. Noha azért néhány dolog másképp volt a LibreOffice által is elfogadható aláírt állományban. Hát utána azért ezeket a... Igen, tehát egyrészt ugye ahhoz, hogy erre is már felkészülök, már egy-két dolognak utána kellett járni az ODF szabványban is, tehát mit tudom én gondolok ilyenekre például, hogy most ha valaki megnézi, hogy létrehoz egy teljesen üres szűz LibreOffice dokumentumot, akkor, és belenéz mondjuk a zip konténerbe, akkor azt látja, hogy nem is tudom, configuration az mappában talán van egy 0 byte méretű adat, egy állomány. Na most például elvileg ilyenek a legalábbis az elektronikus aláírási világban nem nagyon lehetnek, tehát egy 0 byte méretű adatra nem lehet mondjuk hash függvényeket lefuttatni. Semmi gond, elővettem az ODF szabványt, megnéztem, igazából ezek például olyan adathalmaz volt, ami igazából opcionális, tehát az, hogy kivettem az egész adat struktúrából, az nem zavart senkit, tök jó. Aztán voltak más jellegű dolgok is, amelyekre figyelnem kellett, például mondjuk ilyenek, hogy az XML elektronikus aláírási rétegben az XML névtereknek a prefix az például fixált volt, tehát nem lehetett akármilyen prefixeket használni, semmi gond, ezeket is meg lehetett oldani. Házon belül úgy kellett a kódokat alakítani, hogy úgy tudjam létrehozni a LibreOffice dokumentumot, hogy az jó legyen a LibreOffice-nak is. Viszont volt egy-két olyan téma, amihez én kevés voltam, és mindenképpen hát külső segítséget kellett hívni, és ugye itt jön a képbe a Collabora, mint a LibreOffice kiemelt fejlesztője. Először is, amit meg kellett oldani, hogy a kripto rétegen keresztül akár az SH256 alapú aláírási műveleteket is végre lehessen hajtani. Ez ugye igen, tehát a lényeg az, hogy ez a javítás, ez végül 2016-ban meg is történt, és az 5.2-es verzióba be is került. Tehát aki tavaly augusztus óta már frissített LibreOffice-t, akkor elvileg annak már az SH256 alapú aláírásokat is támogatja a LibreOffice rendszere. Ez volt az egyik fontos javítás, vagy hát kiegészítés, mert végülis nem javítás, csak át kellett vezetni egy-két dolgot a rendszerem. A másik ilyen fontos módosítási feladat, az már konkrétan a személyigazolványhoz kötődik. Ugye, mint említettem, a személyigazolvány az nem RSA kulcsokkal operál, hanem elliptikus görbés kulcsokkal. És hát mint ilyen azért viszonylag
úgy a nagyvilágban, legalábbis elliptikus görbéket inkább beágyazott rendszerek esetében szoktak használni. A klasszikus világban, felhasználva által látott világban inkább az RSA-ra szoktak építeni. Mindegy, a szemigazolvány elliptikus görbét használ, viszont itt is mindenféle paramétereket kellett átvezetni, meg felkészíteni a kódot arra, hogy az alsóbb rétegek felé is ezek a hívások át tudjanak jutni. Megint csak a kollabora tudott segíteni a probléma megoldásában. Ez a javítás egyébként most február, hogy van? Március 8-án készült el, nőnapi ajándék. A kód a frissítéssel az 5.4-esbe kerül bele, vagyis ha minden igaz, akkor ez Isten augusztustól lesz elérhető idén. De onnantól kezdve elvileg a LibreOffice-szal szépen meg lehet majd szólítani a szemigazolványokat aláírási művelet szempontjából. Na most, mivel ez kicsit azért később lesz, tehát azt azért hangsúlyozni, hogy minden, ami most itt screenshot készült, az hát legalábbis annyival ugye csalás, hogy ezek mind ilyen laborkörülmények között működnek, de hogy is mondjam, tehát bizonyíték van rá, tehát tényleg végig tudtuk zavarni a folyamatot, és tényleg a LibreOffice meg tudja szépen dolgozni. Jó, hát a LibreOffice-t kivégeztük. Kicsit kanyarodjunk rá magára a személyigazolvány kártyára gyorsan, amiről hát néhány fontos állítást gyorsan meg kell ejteni. Az egyik az, hogy ugye, mint mondtam, tehát van rajta elektronikus aláírás létrehozására alkalmas Java Card applet, nagyon jó. Ezzel szemben viszont kevesen igényeltek, de nincsen baj, mert lehet, hogy még jobban is jártak, mert a lényeg az, hogy hivatalosan viszont az auditálás után, tehát csak 2016. május 27-e után generált vagy kiadott kulcsok, tanúsítványok azok, amelyek papíron is, meg jogilag is alkalmasak arra, hogy minősített elektronikus aláírást hozzanak létre. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Ha valaki megnézi a EU-s jogszabályt, ez egy kulcs dolog. Ha ilyen minősített aláírás létrehozására alkalmas eszközünk van, meg kulcsunk, meg tanúsítványunk, na azt számít csak EU szerint, ugye Magyarországon is így, saját kezű aláírással azonos joghatású valaminek. Jó, ezt jegyezzük meg, hogy a saját kezűvel azonos. A másik dolog, amit az elszemigazolvány egy jópofa dolog lehet egy hagyományos PKI csipkártyával szemben, ugye említettem, hogy ezen több egyéb Java Card applet is található. Például van rajta egy EID-nek nevezett applet, ebben gyakorlatilag különböző közigazgatási azonosítókat, adatokat, mindenfélét bepakoltak az állampolgárról, egy jól védett aláírt adathalmazba ott vannak benne, ez gyakorlatilag ugyanígy működik bármilyen más EID, vagy legalábbis például mondjuk a német EID rendszerek esetében, tehát a kártya maga is tárol adatokat. Az e-pass, tehát az útleveles applet szintén megspékelve mondjuk az, hogy abban például vannak, van például arckép, hogy azt is szépen ki lehet olvasni akár mondjuk egy androidos NFC-s telefonnal is, hogyha hozzáérintjük az új személyigazolványt. Vannak rajta egyéb adatok is, egyébként ezt itt el is lehet olvasni, hogy éppen jelenleg mit tartalmaz a kártya, hiszen a nyilvántartásokról szóló törvény az ugye ez folyamatosan frissül, és itt a nem tudom hányadik paragrafusnál ezek szépen fel vannak sorolva. Nyilván persze az alapadatok is rajta vannak, tehát a viselt név, a születési dátum, születési hely, anya neve, tehát sok minden benne van. Ugye mindez ugye fejlesztő szempontjából ez mind azért érdekes, mert ezek szerint, hogyha nekem van, mondjuk itt látni fogjuk, van egy űrlapozó rendszerem, akkor lehet, hogy fölösleges a userre bíznom azt, hogy pötyögje be az adatait, lehet, hogy mert úgyis el fogja rontani, meg ráadásul lehet, hogy nem is fog egyezni azzal, ami a közigazgatásban róla tárolva van. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb szépen kiolvastatni a személyigazolványból ezeket. Jó, tehát mondom, az EID-appet is, meg az e-pass-appet is tárol adatokat, például az e-pass még tároljanokat is, amelyekhez csak úgy nincsen hozzáférés, tehát van itt egy ilyen hozzáférés védelem is, mert például az új lenyomathoz csak rendészeti szervek férnek hozzá. De még egyszer mondom, például az arcképhez bárki hozzáférhet. Illetve a negyedik appletként azért meg kell említeni a MyFair appletet, ami meg ugye, ahogy a világ többi országában is a tömegközlekedésnél, tehát az elektronikus jegyrendszernél van szerepe. Jó, igen, most az elszemigazolvány, hogy látjuk, hogy ez egy speciális valami, illetve mondom, tehát az EIDAS jogszabály az, tehát abban a jogszabályi környezetben tagozódik be, ezért gyorsan azért annyit érdemes áttekinteni, hogy az egész modell ez most mégis hogy néz ki. Tehát, hogy említettem, hogy az EIDAS jogszabály azt mondja, hogy már nem csak dokumentum hitelesítés, hanem felhasználó hitelesítés is lehetséges. És hát ezen alapulva az EU-ügyintézési
jogszabályunk is lehetőséget teremt arra, hogy szemben ez eddig hagyományos aláírási műveletekkel, vagyis amikor én fogom én magam a dokumentumot és bedugom a kártyát, vagy a személyigazolványt és létrehozom az aláírást ugye saját környezetemben. Tehát ezzel szemben elvileg az is lehetséges, hogy valaki tehát nem maga hozza létre az aláírást, nem ő nála van a kulcs, hanem csak aláírást létrehozhat egy megbízható harmadik féllel, egy aláíró szerverrel, egyfajta elektronikus közjegyzővel. Ezt egyébként a jogszabály AVDH-nak nevezi, és működik is már az igazgatásban. De ahhoz, hogy ez aláírást hozzon létre az én számomra, vagy az én nevemben, ahhoz egy megfelelően erős felhasználó hitelesítés révén kell magamat tulajdonképpen beléptetni a rendszerbe a központi azonosítási ügynökön keresztül. Jó, tehát elvileg ennek a jogszabályi háttere, ez mind le van fedve. Most ami miatt nekem jelen esetben a választás törvény szempontjában mégsem jó ez az elektronikus közjegyzős AVDH-s megoldás, az volt, hogy a PPM, az polgári törvénykönyvben voltak olyan utalások arra vonatkozólag, hogy az AVDH-s folyamat az legalábbis jelenleg kizárólag teljes bizonyítóra egy magánokiratra jó, viszont ha minden igaz, akkor a népszavazási törvényben szereplő összes dokumentum az közokirat, tehát arra elvileg nem biztos, hogy jó. A másik, amit még itt érdemes kiemelni ezen modell kapcsán, hogy ugye bármikor, amikor mondjuk ti is, vagy bárki más is, hogyha próbál mondjuk valamilyen folyamatot így elektronikus útra terelni, és ilyen hasonló dolgokat csinálni, szolgáltatásnyújtás szempontjából például, ugye azt lehet látni, hogy a hirtelen áttérés mondjuk egy papír, egy teljesen papíros folyamatra, egy elektronikusra, az általában nem szokott működni. Biztos, hogy maradnak olyan lépések, ami megmaradt papírosan. Na most az a szerencse, hogy a papíros és nem papíros, tehát a papíros és az elektronikus világ közötti váltásra is vonatkoznak jogszabályi passzusok. Tehát, hogyha valaki ilyen problémába ütközik, akkor azt láthatja, hogy elképzelhető, hogy a papírról egy úgynevezett hiteles másolat készítő rendszerrel kell elektronikus példányt készíteni, ami gyakorlatilag egy szkennelésből és aláírás létrehozásból áll, de a lényeg az, hogy ennek is megvan a jogi háttere, tehát az sem jelent problémát, ha a folyamatunk egyik fele papíros, a másik fele meg elektronikus. Jó, hát maga a népszavazási aláírásgyűjtés, mint téma, hogy ez hogy jött a képben állam? Hát mindenképpen olyat akartam választani itt a LibreOffice meg a személyigazolvány kapcsán, ami mondjuk úgy, hogy a lehető több vagy legmagasabb szintű követelményt támasztja a rendszerrel szemben. Hát ezek miért a legmagasabbak? Legmagasabb azért, mert maga ez az aláírásgyűjtő ív, amire most az aláírásokat gyűjteni fogjuk, az egy közokiratnak számít. Ugye az előbb említettem is, hogy mint közokirat, nem is jó hozzá ez az AVDH-s elektronikus közjegyzős aláírási szolgáltatás. A másik dolog, ugye maga a népszavazási törvény azt mondja ki, hogy persze meg kell adni a felhasználó adatokat, és egy saját kezű aláírást kell oda bigyeszteni a végére. Nos, emlékezzünk vissza, tehát mit mond a EIDAS jogszabály a minősített aláírás létrehozó eszközökről, azt mondja, a saját kezű aláírással azonos a joghatás. Tehát elvileg ez is ki lehet így pipálva, és emiatt kell az elszemélyigazolvány. Mivel a népszavazásnál nem elég csak egy valakinek odaadni a dokumentumot és küldje vissza, nyilván itt ugye azt lehet is látni, hogy az alaptörvény is meghivatkozza a 8. cikkeiből, legalább 200 ezer darab ilyen aláírás szükséges ahhoz, hogy egy ilyen népszavazás kiírásra kerülhessen. Tehát nyilvánvalóan itt is van olyan tömeges igényeket kiszolgálni tudó és költséghatékony megoldás kell. Tehát nem lehet mondjuk, hiába elektronikus, nem lehet odaállítani minden metró megállóba egy emberkét egy tablettel, meg egy csipkártyaolvasóval. Tehát ez sem elég. Tehát nyilván valami központi portálos megoldás szükséges. Na most én ráadásul az egész népszavazási törvényből csak a középső fázist vettem ki, tehát az aláírásgyűjtést. Ami az aláírásgyűjtés előtt történik, az a javasolt kérdés benyújtás, illetve a kérdés hitelesítése. Na most ezzel én nem foglalkoztam, de illetve a jogszabályt valaki esetleg elolvasná, az láthatná is, hogy ezek mind alapvetően vagy papíros, vagy személyes megjelenésen alapuló folyamatok, de elvileg ezeket is lehetne elektronizálni, már csak a másolatkészítő rendszerre gondolva is. Az aláírásgyűjtés, tehát a második fázis után viszont, tehát azokkal a dolgokkal sem foglalkoztam, mert azok meg teljesen mások. Ugye maga az aláírásgyűjtés arról szól, hogy ott ugye megvan adva konkrét név van mindenki, be lehet
azonosítani az embereket. Ez eszembe egy szavazásnál pont az lényeg, hogy anonim az egész. Ennek megfelelően teljesen más a matematikája. Ráadásul, főleg egy elektronikus világban még ugye arra is kell figyelni, hogy a különböző, tehát tetszőleges két szereplőnek az összejátszását is ki kell tudni védeni. Tehát a lényeg az, hogy ez egy elég komplex matematika. Magyarországon talán én a Huszti Andreát találtam, aki ezzel ilyen mélységben foglalkozott, a Debrecen Egyetemen foglalkozik ezzel azóta is. Hát ha valakit ez érdekel, akkor azt el tudja olvasni, hogy mégis milyen matematikai modell. A másik pedig, hogy a magyar, illetve általában egy választási rendszerén ugye egy pozitív szavazati jogunk van. Kísérleteznek mindenféle egyéb modell, ahol nem csak egy, hanem mondjuk több pozitív szavazati jogot adnak a felhasználónak, azt pozitívak mellett esetleg negatívot is adnak, illetve akár ugye sorrendezésre is adnak lehetőséget. Ezek egyébként egész érdekes választási eredmények jöttek ki. Azoknál a választásoknál, ahol ezeket a egyébként cseh matematikus által propagált módszereket használták. Jó, hát akkor maradjunk tehát magánál a középső fázisnál, az aláírás gyűjtésnél. Mire van ehhez szükségünk? Nyilván elő kell készítenünk a rendszerünket, mi vagyunk az átlag felhasználók. Hát azt sajnos nem úsztuk meg, hogy azért mégiscsak egy valamit telepítsünk, a böngészőn kívül persze. Szükségünk van a kártyát meghajtó driverre, és ehhez nekünk a elszemély kliensnek nevezett csomagot le kell töltenünk és fel kell telepíteni. Most azon, hogy ez ott a háttérben fut, és majd küldözgeti az adatokat oda-vissza, biztosít egy ilyen kis management feletet is. Tehát ha valaki ezt letöltötte, akkor, és rákattint, akkor a saját nevére kiállított, közigazgatás által kibocsátott tanúsítványt is meg tudja tekinteni. Jó, hát mire van még szükségünk? Hát nyilván kell maga ez a portálos rendszerünk, ahol össze kell rakni ezt a bizonyos aláírás gyűjtő íves felületet. Na most direkt nincsen semmi dizájn, hiszen a jogszabály azt is megmondja, hogy ugye közökületnél nem nagyon lehetem össze-vissza variálni a struktúrákkal, tehát megpróbáltam amennyire lehet ugyanazt a struktúrát felvázolni, ami a papíron is elérhető. Most igazából itt, ami nem látszik, hogy természetesen, hogyha az egész folyamat úgy indul, hogy van egy bejelentkezés, a bejelentkezés során akár az adatok, akár helyi adatbázisból, akár mondom a közigazgatási adatbázisból, vagy magáról a személyigazolványról leszippantásra kerülhetnek, és akár automatikusan kitöltésre kerülhet ez az űrlap. És igazából onnantól kezdve a felhasználók nincs is más dolga, hiszen ugye nyilván jók az adatok, elég csak a küldés gombra kattintania, és igazából a háttérben a rendszer elkezdi összepakolni a LibreOffice dokumentumot, illetve a hozzá szükséges aláírást. Na most a felhasználó az igazából ezután, ha felhasználó barát módon oldanánk meg, akkor igazából csak annyit látna, hogy valamikor feldobódik egy PIN kód bekerül ablak, és utána kész az ő részéről, meg is, vagy végét is ért a folyamat. Most én nem felhasználó barát módon közelítettem a témához, mert mondom, persze lehetne csinálni egy jó kis lokálhasztón figyelő alkalmazást, ami mondjuk a JavaScriptből megkapja a lenyomatot és bezavarja a kártyába és visszaküldi, vagy lehetne olyat is csinálni, hogy mondjuk a háttérben a szerver kiküldi push message-be mondjuk az Androidos NFC-s telefonra, és ugye akkor ott a kártyát hozzáérintve végrehajtja a lenyomat kódolását. Tehát sokféleképpen meg lehet csinálni ezt felhasználó barát módon. Én most direkt olyat választottam, ami nem felhasználó barát, viszont nem is kell hozzá kódolni sem, mert hiszen elérhető például, ráadásul nyílt forráskódú szoftverként egy OpenSC, egy Open Smart Card, ami használva a drivernek a DLL-jeit, gyakorlatilag egy parancsor befütyögése révén végre tudja hajtatni a személyigazolvánnyal a lenyomatnak a kódolását az elliptikus görbés titkos kulccsal. Na igazából itt tényleg véget ér a felhasználói folyamat. Az, hogy még a szerver oldal mit csinál a háttérben, illetve maga a választási bizottság mit csinál, nyilván nekik, meg a szervernek is még érdemes ellenőriznie ezeket az adatokat. Most, hogy ezt az ellenőrzést, tehát az ellenőrzéshez is van kormányzati szolgáltatás, ez is elérhető. Hát most a nem gépinterfészen, hanem a GUI-n, tehát a webes feletet screenshotoltam le. Mit kell csinálni? Szépen ezt az elkészült LibreOffice dokumentumot, aláírt LibreOffice dokumentumot feltöltöttem. Nyilván itt meg kellett várni, még egy pár másodperc azért kell, amíg a visszavonási adatok begyűjtésre kerülnek.
és ez alapján tud dönteni a rendszer, és azt mondja, hogy ez a LibreOffice dokumentum, amit a személyigazolvánnyal aláírva hoztam létre, ez bizony érvényes, sőt, ennek bizonyítékaként vissza is ad egyébként egy NIST, tehát a kormányzat által aláírt PDF állományt, ami egyértelműen megmondja, hogy ez bizony tökéletes. Mondom, igazából ezt már nem a felhasználó hajtja végre, ezt már a rendszer vagy maga a választási bizottság az ellenőrzés során. Én csak annyit akartam mondani, hogy ezek után, tehát ez a LibreOffice dokumentum, amit akár a gép is fel tud dolgozni, akár a felhasználó is meg tud nyitni ellenőrzésre, ez teljesen tökéletes és jogilag teljesen megfelelő. Jó, hát igazából az előírásnak a célja az volt csak, hogy egy ilyen mintafolyamatot bemutathassak, és igazából bárki más is el tudjon kezdeni gondolkodni azon, hogy ha vannak saját ötletei egy-egy folyamat ilyen elektronizálására, akkor igazából ezeket hogy lehet megoldani. Remélem, hogy ilyen szempontból hasznos volt. A lényeg az, hogy ennél a kérdésnél már egyel kevesebb aláírásra van szükség jogilag. Köszönöm szépen!